Most itt ugye van egy másik szer is, amelyik Magyarországon sajátos pályát fut be, hogy kapcsolódik ez a törökök köz, ez a dohánynak a kultusza, vagy ez egyszerűen tőlük függetlenül alakult, vagy pedig hogyan van ez? Dohányzáshoz olyan nagyon nem értek, ez az igazság. De a törökök nagyon komolyan dohányoznak, az biztos. Hát ezért kérdeztem, hogy... Török cserépipából szakajtónyi van minden török településen, hogyha a régészek elkezdenek ásni, akkor cserépipa az lesz. Minden rendű rangú, rengeteget csináltak belőle. Ez úgy tűnik, hogy nagyon nyilvánvalóan hozzátartozott a török kultúrához. Maga a dohány szó is a törökből jön át a magyarba. De ez nem volt ennyire egyszerű náluk. A dohány és a füst élvezete az nem csak magához a dohány levélhez kötődik, tehát a pipázáshoz kötődik, hanem kőkeményen használtak narkotikumokat is. De az ugyanúgy működött, mint maga a dohányzás. Tehát ez egy teljesen általános dolog volt, a muszlim kultúra ezt teljes mértékben tolerálta. Különböző rendű, rangú kábítószerfogyasztók működtek az oszmán társadalomban, egyébként széles körben. Nagyon érdekes, hogy az egyik szultán, amikor a fiát kiadja nevelni, vagy tehát kirendeli egy vidéki tartományba, hogy nevelődjön és tanulja a kormányzás művészetét, akkor mindenféle bajok vannak, és így egy dörgedelmet a nevelőnek, hogy ez így nem jó, át kell alakítani a szultánfi oktatását, és az egyik ilyen nagyon komoly pont, hogy és pedig a kábítószerfogyasztást azt vissza kell fogni, mert ez ebből baj lesz. Magyarországon is tudjuk, hogy igen-igen hódoltak ennek a törökök, ugye az áfium, a török áfium ellen való orvosság, az áfion, az a mákból készített, vagy mák alapú kábítószereket jelentette, ezek nagyon elterjedtek voltak. A másik, amit nagyon sokszor emlegetnek, ezek a tírjákik, ami szintén egy kábítószer élvezőt jelent, rengeteg tírjáki volt Magyarországon, tehát ezeknek hódoltak. Ez az oszmán kultúra része egyébként. Úgy tűnik, hogy az oszmánok nagyon komolyan hódoltak ennek. Az udvari orvosok egyik remek feladata az volt, hogy különböző új típusú kábítószereket hozzanak létre, és egy török utazó, Evliya Cselebi, aki az egész oszmán birodalmat leírta nagyon sok száz oldalon keresztül a 17. század közepén, egyszer Isztambul leírása kapcsán megemlíti, hogy ő milyen kábítószert nem fogyasztott, és egy 70-valahány tételből álló listát közöl arról, hogy mik azok, amiket ő nem próbált ki. Tehát úgy tűnik, hogy ez része volt az oszmán társadalomnak, tehát ez így nem véletlenül hivatkozik a török áfiumra. Na most ugye itt akkor meg kell fordítani egy kicsit a dolgot, mert úgy tűnik, hogy a magyarok erre talán kevésbé reagáltak, viszont ott volt ugye a borivás, amely elvileg a mohamedánoknak tilos volt. Most én a pálinkát nem tudom bekapcsolni, mert arról viszonylag keveset olvastam, amennyiben az ilyen korokról és témákról olvastam. Tehát hogy van ez, mert a török, tehát az oszmán törökök hogyan reagáltak a magyarok borkultuszára, mert ugye itt ez egy fordított összefüggésrendszer. Hát a borivás az iszlámban nem egy, meg az alkoholfogyasztás az iszlámban nem egy olyan nagyon egyszerű dolog, ugyanis úgy tűnik, hogy teljesen határozottan ezt nem tiltotta meg Mohamed próféta. Aztán vannak hagyományok, amik úgy tűnnek, mintha ezt megtiltanák, de erről vita volt az iszlámon belül, de aztán abban az irányba dőlt el, hogy alkoholt azért csak nem kéne fogyasztani, úgyhogy elvileg nem is, tehát egy becsületes muszlim nem fogyaszt alkoholt. De említettem, hogy Magyarországon alapvetően délszlávok vannak, hogy nagy többségben délszlávok vannak. Egyébként ezeknek egy része még csak nem is muszlim. Tehát Magyarországot meghódító törökök vagy muszlimok, azok részben ortodox keresztény szerbek. Tehát itt egy picit azért árnyalható szintén a hódítókról kialakított kép. És egy nagyon nagy részük a muszlimoknak is új muszlim. Az azt jelenti, hogy a papa az még keresztény volt, és a gyerek az iszlamizált, nyilván azért, hogy az oszmán rendszerben előnyökhöz jusson, könnyebben jusson fel a ranglétrán. És ezek az emberek kétféleképpen tudtak reagálni az iszlámra. Az egyik réteg az nagyon kemény muszlim lett, új seprő, jó seper alapon. A másik réteg viszont ilyen lazára vette ezt a dolgot, és valójában a régi hagyományait is őrizte. Tehát részben keresztény is volt, meg részben muszlim is, és ez keveredett. Erre rengeteg ilyen nagyon jó történet van, hogy az egyik legnagyobb katolikus búcsú Boszniában, az olovói búcsú, na oda eljárnak a bosnyák muszlimok is, mert biztos, ami biztos, oda illik eljárni. Vagy például Kanizsán, amikor a jezsuiták megérkeznek, akkor írnak egyszer csak haza, hogy
irgalmatlan mennyiségű szűzmária éremre volna szükségük. És kérdezi a tartományfőnök, hogy de miért? Azért, mert a muszlim nők kapkodják szét a szűzmária érmet, hiszen rajta van a szűzmária, a gyermek Jézussal, tehát ez egy termékenységi szimbólum. Tehát ilyen nagyon-nagyon furcsa összefonódások vannak ilyen szempontból a hódoltsági világban. Ezek az új muszlimok, meg ezek a délszláv muszlimok, ezek nagyon sok mindent megőriznek a saját délszláv hagyományaikból, meg egyáltalán a saját kultúrájukból, úgyhogy úgy tűnik, hogy ezek isznak. Bőven isznak bort, meg pálinkát, meg mindent. És különböző technológiák vannak, ahogy ezt el lehet érni. Tehát, hogy ezt valahogy elfogadhatóvá lehessen tenni. Az egyik megoldás az ordibálás, ez egy vándortörténet, nagyon sokan leírták már a 16. század elejétől fogva. Ez úgy zajlik, hogy ugye Allah az emberrel a lelkén keresztül kommunikál. Hol van az ember lelke? Muszlim szempontból a szívében. A bor az meg a gyomorba megy. Tehát amikor a bor lefolyik, akkor ugye ott elfolyik közből, a szívben lakó lélek látja ezt, és akkor van a probléma. Mit kell tenni? Kell egy nagyot ordítani, akkor a lélek megijed, lemegy az ember kislábujjába, onnantól már nyugodtan lehet bort inni, hiszen a bor nem megy a kislábujig, és akkor nincs meg a találkozás, nincsen probléma. Lehet, hogy ez csak egy keresztény koholmány, de nem vagyok teljesen biztos benne. A másik nagyon vicces módszer, amit kitaláltak, ugye a bor az nem csak fogyasztási cikk, hanem igen komoly pénzforrás is. Ezért a törökök nagyon keményen bekapcsolódtak a borkereskedelembe. Magyarán a jó bortermő vidékeken erősen rátették a kezüket a szőlőkre, és igyekeztek ebből a hasznot maguknak leszűrni. De hát ott se lehetett azt mondani, hogy ők most alkohollal kereskednek, és ezért a muszlim forrásokban és kimutatásokban rendszerint az van, hogy must. Most, hogy a must a hordóban megfort, hát erről szegények nem tehettek, de az a lényeg, hogy mindig megvolt az a megoldás, amivel, hogyha meg akartak valamit oldani, akkor megtudták. Úgyhogy... Jó, hát ez minden törvényvallásnál így van egyébként, tehát a törvénymagyarázók azért vannak, hogy a meghatározott, hogy is mondjam, mellékutakat megtalálják. Na most még van egy nagyon fontos mozzanat, amire rá akartam kérdezni, mert itt már pillanatra elhangzott, hogy a ruházkodás, de hát itt például a hímzéseknél, a különböző motivumkincsek átvételénél, stb. A magyar népi kultúrában sokan arról írnak, hogy rengeteg oszmán-török átvétel van. Erről mit tudunk igazából, ami teljesen bizonyítható? Itt azt gondolom, hogy ugyanaz az a folyamat működik, amit az előbb említettem, hogy van egy alapunk hozzá, hogy mi ezt az oszmán kultúrát átvegyük. Keleti népként ez a nagyon színes, nagyon szép oszmán viselet, ez megragadta a magyarokat. De nem véletlen, hogy a magyar férfi viselet a 16-17. Században az teljes mértékben törökös jellegű, a sújtásokkal, a hímzésekkel együtt a szabás teljesen. Neked a rengeteg szőnyeg ugye az lakásberendezésben. Igen, az egy picit másképp üzemel, azt hiszem, de a ruhában, mindjárt kitérünk arra is, a ruházkodásnál, a férfi viseletben ez nagyon, nagyon meghatározóvá válik, a fegyverhasználatban is egyébként. Érdekes módon a nőknél nem. A női viselet az nyugat-európai típusú marad mindvégig. Ugyanakkor a használt motivumok, azok meg nagyon sokszor megint csak törökösek lesznek. Rengeteg mintát vesznek át a törököktől, és rengeteg technológiát. Tehát ez a skófiumos hímzés, ami azt jelenti, hogy egy ilyen vagy fémmel futtatott fonalat használnak, vagy magát a nagyon vékonyra húzott fém szálat használják hímzésre. Az egy jellegzetes törökös dolog, ez egy ilyen domború, nagyon jellegzetes, nagyon pompázatos, nagyon szép, nagyon drága hímzés. A rendre a skófiumot azt Isztambulból hozzák a követek. Bárki, aki Isztambulba jár, az attól berendelik a megfelelő skófium mennyiséget. Tudjuk azt, hogy magyar főurak hímzőnőket kérnek a török főemberektől. Ugye a törökök és magyarok között van egy ilyen együttműködés. A hódoltságban van egy olyan török elit, ami helyben lakó török elit, tehát itteniek. Évtizedek, évszázadok óta. Tehát van olyan család, ami végig az egész hódoltsági időszakban Magyarországon lakik. Ők ismerik a magyarokat, a magyarok ismerik a törököket, számtalan kapcsolat kialakul, és ilyen dolgokban boltolnak egymással. Remek történetek vannak arról, hogy egy portja során egy magyar főúrnak a páncélját szétvágják, vagy a páncélingét szétvágják a törökök, erre visszaküldi a budai pasának, hogy nincs emberem, aki megcsináltathatná, de neked biztos van, csináltasd már meg nekem, hogy ismét utána kilovagolhassak a törökök ellen nyilván. Nem jön össze, erre elküldik Belgrádba, hogy majd ott lesz mester, és aztán vissza fog jönni. Tehát ez a cserebere, ez teljesen megy, és éppen a motivumkincsben nagyon jól megfogható ez.
a szőnyegek esetében a török szőnyeg az egész Európában működik, tehát egész Európa nagyon szereti a török szőnyegeket, ez egy bevett dolog, Magyarországon különösen, de Magyarországon annyira, ez egy annyira fontos dolog lesz, hogy Magyarországra szőnyeget kell hozni a törököknek, hogy kialakul egy olyan szőnyegszövési mintastílus, amit erdélyi szőnyegnek hívnak, és azt kimondottan úgy alakítják ki, hogy a magyarok ízlésének az minél jobban megfeleljen. Tehát itt például van egy ilyen nagyon erős kapcsolódás. Hát itt ugye emlékezetem szerint én a brassói fekete templomban láttam ugye ilyen törökkori szőnyegeket, és ez nagyon sajátos hangulatot ad ugye egy protestáns templomnak, de hát ebben most így ne menjünk bele itt. Amire még rákérdeznék, mert nagyon fontos, eddig ugyanis többnyire az anyagi kultúráról, meg az együttélésről, építészetről, sejjebekről beszéltük, de tulajdonképpen van-e valamilyen kölcsönviszony, vagy valamilyen kapcsolatrendszer a szellemi kultúrát illetően, amiben nyilvánvalóan a nyelviség miatt is, meg a vallási különbség miatt is feltehetőleg a legkisebb lehetett az érintkezés? Igen, nagyon csekély az érintkezés ilyen szempontból. Ugye a nyelvi szinten ott sok kapcsolat van, a 16-17. Században főleg, de ez egy technikai dolog, hát hogyha egy magyar elviszi az adót a pasa udvarába, ott ki kell magát ismernie, mindenki tudnia kell, hogy kicsoda, tehát megtanulja az összes méltóságviselőnek a nevét, rengeteg terméknek a nevét megtanulja, tehát hihetetlen mennyiségű szó kerül be a magyar nyelvbe a 16-17. Században a törökből. Ezek azonban a hódoltság végével abban a pillanatban eltűnnek, és marad egy 40-50 darab papucs, meg fincsa, meg tepsi, meg csizma, tehát zseb, tehát jó néhány olyan szó, amit máig is teljesen közszóként használunk, de valójában ez ilyen 40-50 darab, tehát nem olyan nagyon sok. Azonnal visszaszorul a hódoltsági időszak után. És ez még a legegyszerűbb kapcsolódási terület. Szellemi kultúra terén én azt gondolom, hogy igazán komoly kapcsolatok nem alakulnak ki. Nagyon más a muszlim és a keresztény kultúra, és igazándiból nincsenek olyan felületek, ahol ezek találkozni tudnának. Van ilyen a zenében, amiben látszik, hogy van egy erős török hatás, de ez ugye megint a divat, megint az elit, a magyar főúri divat, vagy a katonai hagyományok miatt jön ez át. Itt a dobhasználatban van ilyesmi, persze ott is megvannak a középkori gyökereink, vagy a török sip, amit már említettem ilyen, de ugyanakkor például dallamok szempontjából már nem nagyon, tehát török dallamok nem nagyon jönnek át. A költészetben meg lehet említeni Balassi Bálintot, aki az első olyan műfordítunk, aki törökből fordít, ráadásul zenére fordít, tehát ő ismeri a török zenét is. A török irodalmat is úgy tűnik, hogy eléggé jól ismeri, és nem csak az egyszerűbb rétegeket, hanem a mélyebb rétegeket is meg is érti, tehát hogy ő tényleg jól képzett volt ilyen szempontból, de nem túl sok követője van neki. Vannak olyan motivumok, amiről tudjuk, hogy Balassi átdobta a magyarba, és utána elterjed a magyar kultúrában, a magyar költészetben. De valójában ez nagyon kevés. Vallásilag pedig semmi. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy semmilyen kapcsolódási pont nincs. A törökök egyébként nem is nagyon szeretnék, nem is erőltetik. Tehát van olyan parancs, amiben meg van mondva, hogy keresztények ne járjanak be a dzsámiba, és ne akarjanak itt olvasgatni muszlim könyveket. Tehát azt gondolom, hogy ez a terület ez egy nagyon zárt. Nagyon elkülönülnek a muszlimok és a keresztények ebből a szempontból egymástól. Na most ez azért érdekes, és én azért kérdeznék még egy kicsit rá erre, mert ugye érdekes, az előbb már említette, hogy a szerbek adott esetben nem is iszlamizálódtak, nem is tértek át az iszlámra, és mégis egészen jól elmartalóckodtak ugye az iszlám szolgálatába. Tehát hogy van ez a különbség? Tehát miből eredhet, hogy a Balkánon, bár nyilván az idő hosszúsága is számít itt, de hogy van az, hogy ez nálunk egyszerűen ilyen zárt maradt, míg mondjuk a Balkánon, nem csak a szerbek esetében, hanem hát a bosnyákok esetében egészen mélyen, vagy az albánok esetében egészen mélyen tudott az iszlám hatni, és nyilván valószínűleg kölcsönhatás is lehetett. Igen. Én úgy látom, hogy ebből a szempontból a kereszténység a meghatározó tényező. Az ortodoxia az, én úgy érzem, hogy gondolkozásban és igen, talán így, hogy gondolkozás módban közelebb áll az iszlámhoz, könnyebben tud együttműködni az iszlámmal, mint a nyugati típusú kereszténység. És valójában, ha megnézzük, az oszmán hódítások mindig ott akadnak el, ahol találkoznak a nyugati kereszténységgel. Tehát megakadnak nálunk, megakadnak ugye a horvát területeken,
de Szerbia az gond nélkül betagolódik a birodalomba, és a lengyel frontonak adnak meg. Tehát a román vajdaságokat minden további nélkül elfoglalják, Lengyelország az már nem megy. Tehát úgy néz ki, hogy a nyugati kereszténység és az általa képviselt világszemlélet, társadalomszemlélet, az túl erős ahhoz, hogy ezt az iszlám le tudja gyűrni. Egyszerűen nem tudja maga alá gyűrni. Ezért alakul ki a magyar hódoltságban a kondominium, a kettős uralom, mert egyszerűen a magyar lakosság, a keresztény magyar lakosság, az nem hajlandó beállni a rendszerbe. Ugye ez egy rendkívül furcsa dolog, hogy egy terület, amit valaki elfoglalt, az még az előző tulajdonosnak is adózik. Hát ez milyen furcsa dolog már, meg hogy onnan van a joga. És nem az elfoglaló diktálja, nem a hódító diktálja a jogot, de nem az diktálja. Na most itt lassan letelik az időnk, de egy nagyon fontos kérdés még maradt a végére, mert itt ugyanis erről vannak bizonyos tanulmányok, hogy végül is a török hódoltságnak a népéből mi maradt itt a török kiűzése után. Tehát arról tudunk például, hogy Egerbe voltak olyanok, akik végül is ott maradtak, és aztán szépen áttértek. Nagyon sok esetben a török családnév jelzi azt, hogy maradtak itt olyanok, akik. Hogy van ez igazából? Hát az első kérdés ebből a szempontból az, hogy mennyien voltak. És hát nem tudjuk, úgy erős vitatkozás zajlik ez ügyben. Én azt gondolom, hogy egy ilyen muszlim az olyan 100-150 ezer lehetett maximum, ami azért nem olyan nagy szám ahhoz képest, hogy akár a meghódított területen volt 1 millió keresztény, tehát azért ez egy kisebbség. Azt vegyük figyelembe, hogy ezek gyakran, ezek a beköltözők, ezek honfoglalók. Tehát ezek nem hódítók, akik egy garnizonban laknak, majd hazamennek, hanem ezek ide költöznek, és ők onnantól itt laknak. A második generációnak ez már a szülőföldje. Van olyan, akinek ez már 5.-6. generációs a hódoltság vége fele. Ők nem akarnak elmenni, hova mennének, semmi esélyük nincsen. Ezért van az, amikor visszafoglalják a keresztények a várakat, akkor a feladási pontokban gyakran szerepel az, hogy és aki maradni akar, maradhasson. Ennek persze az az ára, hogy ki kell keresztelkedni. Nem tudjuk pontosan, úgy tűnik. Én úgy gondolom, hogy többen maradnak, mint amennyit most így feltételezünk. Hát köszönöm szépen, itt még maradtak volna kisebb-nagyobb kérdések, de időnk lejárt. Köszönjük nézőink figyelmét, viszontlátásra!